Sziasztok! Ebben a videóban a PMI.hu oldal adminisztrációs lehetőségeit fogom bemutatni a projektmenedzsment képzések tekintetében. Az magyar nyelvű oldalon a tudás menüpontban található a PM képzések oldal. Én a tréner KFT képzéseit fogom rögzíteni, ez egy hipotetikus képzőcég. A bejelentkezést követően onnan láthatom, hogy megfelelő user jogokkal vagyok bent, hogy egy kis fogaskerék megjelent, és a komponenseknek a kereteit is látom. Ellenkező esetben nem megfelelő felhasználóval léptem benn. Az oldalra beléphetünk a PMI tagsághoz tartozó fiókunkkal is, ami alapvetően nem ad szerkesztési jogokat, önálló felhasználóval van szükségünk. Tréner Kft. Képzésénél ez a kis fogaskerék mutatja a tartalom szerkesztéséhez vezető utat. Egy előképet is láthatunk. Ez alapvetően egy lenyíló listaelem rögzítésére van lehetőségünk. A komponens alapvetően egy elemet tesz lehetővé, de tudunk felvenni tetszőleges számot. Egy címet kell adni ennek az elemnek, ami tipikusan a projektmenedzsment képzésnek a címe, vagy bármilyen fölhívó jellegű üzenet lehet. Menedzsment képzés. És lehetőségünk van részletes információk megadására. Bizonyos szűkített funkcionalitást biztosít ez a szerkesztő felület. Én a dátumát szeretném megadni. Ez 2014-én lesz a helyét, ami virtuálisan fog történni. Érdemes megadni, hogy ha mennyiben is PDU pontokat lehet érte kapni. A lehetőségünk van kedvezményt biztosítani PMI.hu oldal tagjainak. Lehetőségünk van felsorolást értelmezni, és mindegyik legyen felsorolt, kiemelést tudok adni. Tudunk rögzíteni honlapcímeket, illetve linkeket tudunk ebben a felületen is rögzíteni. Ehhez a webcímhez tartozzon egy link, amit egy új ablakban tudok megadni. Legyen https. Ez a link. Új ablakban érdemes megnyitni a kattintás után, illetve hasonlóan tudok e-mail címet is linkkel együtt rögzíteni. Szintén kijelölöm, hogy mire vonatkozzon a link és a szokásos méltó. Üzenettel elmentem ezt most, Submit gombra kattintva, és akkor megjelenik ez a bizonyos képzés, ami le tudok nyitni, hogy milyen egyéb információim vannak. A további tartalmakat is tudok rögzíteni. Ez mondjuk legyen egy agilis bevezetés. De most csak egy rövid fejezdést teszek, hogy hamarosan. És lezárom. Itt is látható a menüpont. Ezeket a cikkeket, tartalmakat tudom sorba rendezni, hogyha máshogy szeretném. Mindenképpen submitot nyomjunk előtte. A magyar változattal ilyen értelemben kész is vagyunk. Azonban az angol változatot is meg kell oldanunk. Átváltok az angol változatra itt a jobb felső sorokban. Itt a komponens maga létezik. A Coming Soon cikk létre is jött. És a Manage Contentben tudom ezt változtatni. Nincs megkötés arra, hogy ugyanazokat és ugyanabban a sorrendben kell, nincs kapcsolata
két komponens között, mondjuk introduction, és itt nem is viszem tovább a rögzítést, ops, introduction, elmentem, és ebben az értelemben kész is vagyunk. Mind a két nyelven rögzítéssel. Érdemes ezek után kijelentkezni és ellenőrizni, hogy hogy járják meg azoknak a felhasználóknak, akik rendelkeznek PMI tagsággal, hiszen ez a menüpont PMI.hu jelenleg csak a bejelentkezett PMI tagsággal rendelkezőknek érhető el. Képzésben itt a Training Course. Megnézzük, ugye itt nem láthatók már a komponensek. Ezt rögzítettem az elébb, és a hibákkal együtt is látható, valamint a magyar nyelven is. Megnézzük, hogy néz ki azokat a linkek, azok linkek. Csak a hivatkozást nézem, és a további részletek hamarosan. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!